azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinus Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. A Szentírás tanúsága szerint a betlehemi éjszakában József és Mária is a kisgyermek mellett megjelennek a pásztorok, aztán ott vannak a napkeleti bölcsek vagy királyok. Ebben a betlehemi éjszakában megvalósul az Isten teremtő rendje, a béke harmóniája. Isten és ember, ember és ember, ember és természet között. A történelem tanúsága szerint béke volt akkor a Földön. Az egész emberi történelemben talán ez az egyetlen olyan éjszaka és egyetlen olyan jelenet, amikor pásztor és király, bölcs, egyszerű ember és uralkodó vezető együtt van békében, és letérdel egy kisgyermek előtt. Valójában helyreáll az isteni teremtésnek a rendje, hiszen Jézus Krisztus ezért jött közénk. Ezért jött erre a világra, hogy ezt a rendet visszaállítsa, hogy visszaállítsa az ember és az Isten közötti barátságot, az ember és az ember közötti harmóniát, békét az ember és a természet között. Amikor ez megtörténik, akkor a teremtés rendje nem csak hogy helyreáll, hanem elkezdődik a megváltásnak is a rendje. Annak a rendje, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és az embernek megmutatja azt, hogy hogyan lehet az Isten felé elindulni. Megmutatja azt, hogy egy olyan életünk van, amely egy másik, egy igazi életbe vezet, az örök életre. Hiszen ő a föltámadás és az élet. A legelső betlehem ábrázolásokon a gyermek Jézus bepójálva van, majdnem úgy, mint ahogy a halottakat annak idején betekerték a vászonban. Ez is mutatja már, hogy a Betlehem és a Golgota egy jelenet, hiszen Jézus élete összekapcsolja ezt a kettőt, és összekapcsolja valójában az egészet a föltámadással. Adja Isten, hogy ezt a harmóniát, ezt a békét mindannyian át tudjuk élni karácsonykor. A karácsonyfáink mellett nézve a betlehemi jelenetet. Áldott, örömteli karácsonyt kívánok, kedves mindannyiuknak!